Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk, helyesebben újra elkezdjük a jégkorong legendákat bemutató sorozatunkat. Mai vendégem Pall Antal. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Egy legenda, a Hírességek Csarnokának a Magyar Hall of Fame tagja, a 19-es mez gazdája, az első székesfehérvári bajnokcsapat egészen kiváló játékosa. No, hát ismerkedjünk meg talán először egy Cserhát utcai kisfiúval, aki 12 esztendősen 1961-ben, lehet ezt kimondani? 61-ben? Hát, döntött ez... úgy, hogy ő bizony kimegy a Millenárisra, és megszereti ezt a szép játékot. Hát közel laktam a Városligethez. Tulajdonképpen a iskola minden tanulója, Hernád utcába jártam, korcsolyázott, és hát már voltak ott a jégkorongban is kezdő lépések. Én is jelentkeztem, azonnal felvettek tulajdonképpen, és így kerültem a BVSC csapatába, ahol kezdeti szány próbálkozások után egész jól ment. Bekerültem a magasabb korcsoportokba is, aztán a felnőtt csapatba, onnan lettem először válogatott, és később, amikor ez a klub megszűnt, nagy sajnálatunkra, a Volánban folytattam a pályafutásomat. Tulajdonképpen egy egész sor, 7 játékos jött. Igen, hát ez zanzásítva az egész történet. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy aki elkezd hokkezni, annak nyilván van egy példaképe. Van egy olyan mester, akire szívesen emlékszik vissza. Hát ez adódott tulajdonképpen a klubomnál, hiszen ott Babán József volt az edzőm, aki még akkor aktív játékos volt, de a fiatalokkal készséggel foglalkozott. Tulajdonképpen ott kezdtem ezt a pályafutásomat, és ez maradandó nyomot hagyott bennem a mai napig. BVSC játékosaival a mai napig évente van, amikor többször is összejövünk és nosztalgiázunk. És miért BVSC? Miért a Vasutas Klub? Hiszen akkor tudjuk, hogy Magyarországon jószerivel csak Budapesten volt jégkorong. Ott volt az Újpest, a Fradi, a Vörös Meteor, nem sorolom. Hát itt az 8 csapat volt, pont amikor én még ifista voltam, de abban a periódusban sorra szűntek meg a klubok. Tulajdonképpen anyagi okokra vezethető vissza az egész, és ez a 80-as évekre csúcsosodott ki, akkor már 3 csapat maradt mindössze. Igen, azért a BVSC-s időszak is hozott sikereket. Ugye vagy a Fradi, vagy az Újpest nyerte a bajnokságot, azt tudjuk. De azért ott volt az 5 ezüst, az szerintem példanélkül. Hát ez óriási pekje volt ennek a csapatnak, hiszen sokszor egy gólon múlt a bajnoki cím, és nem sikerült behúzni, pedig ott abban a csapatban nagyon sokszoros válogatottak játszottak, tehát Babán, Kertész, Kutni, Bikár, úgyhogy nyugodtan egy nevezhető erős csapatnak, de valahogy a végén mindig elbukott a csapat. Azok voltak a legendás vasutas idők, olvastam én róla, azért kivontosan azt kérdezem meg, a pulmankocsis külföldi utak, azok valóban csodapillanatokat okozhattak a határon túl természetesen. Hát sokszor mentünk edzőtáborba, volt egy ilyen hálókocsis vagon, ahol tulajdonképpen az egész edzőtábor alatt ott lakott a csapat. Külön szakácsunk volt, aki ezt az étkezést lebonyolította, és nagyon összekovácsolódott ilyen körülmények között a társaság. Ha megnézzük, egyenes volt az utat, hiszen az ifjúsági válogatottságig vitted, aztán a műegyetemre felvettek, előfelvétel is lettél, de tovább játszhattál. Hát, ez érdekes időszak volt. Igen, hát nagyon sokszor itt voltam tulajdonképpen,
Börgöndön voltam katona, és innen jártam föl hetente kétszer, tulajdonképpen az előjáróim ezt engedélyezték, a BVSC vezetői kijárták, 11 hónap alatt minden harmadik nap gyakorlatilag ott voltam az edzéseken. Mit gondoltatok akkor, amikor megszűnt a volán Pesten? És a volános játékosok, hiszen nyilván a jégkorongos társadalom az egy összefogó, az egy jó csapat mindenféle értelemben, barátok akkor is, ha ellenfelek. Mit gondoltatok, hogy ők Pestről lejártak, és most már itt van Fehérvár, és gondoltátok volna, hogy a BVSC-nek is ez lesz a sorsa? Hát nehéz ügy volt, anyagi okokra vezethető vissza, nem tudta a klub tovább biztosítani a szakosztálynak a működését. Akkor már tényleg csak 3 csapat maradt. A Volán az már előzőleg leköltözött ide Fehérvárra, a Ferencváros és az Újpest. Ferencvárosnál ilyen belső viszályok voltak, ott nem volt annyira tisztázott a helyzet, és oda nem akartunk igazolni, mert igazából mi együtt gondolkoztunk már abban az időben is, és akkor ezt a klubot választottuk. Hát ez így egy válogatott fejére. Sor volt. Ez egy válogatott sor volt, így van. No, 1980, és ugye 1981-ben már megjött a bajnoki cím, az első bajnoki cím, amelyet a Volán szerzett vidéki csapatként teszem hozzá. Az egy legendás csapat volt, a fele Pesti Volános, a másik fele BVSC-s, egy fantasztikus Szajlai Kis Tibi pallanttal. De akkor a válogatottságról is szó kell, hogy essék. Ez a bajnoki cím, ez nagyon-nagyon sokat jelentett nekünk, viszont jött 1983, és azt hiszem, hogy aki ezeket a képeket majd most megnézni, 35 esztendő telt el, annak most is megdobban a színe. Először is látjuk a Budapest sportcsarnokot, és látjuk azt a mérkőzést, ami eldöntötte, hogy az együttes feljut a B csoportba. Nézzük meg együtt. Kis Tibor gyönyörűen teszi be középre, lemaradnak róla a belső emberek. Szajlai Fonákkal. Kovács! Gól! Óriási gól! Kovács Csaba! Gyönyörű az összejáték, és remek, ahogy Kis Tibor visszateszi. Kovács pedig minden mérgét belehagyja. Igazán gyönyörű, hálószaggató lövés. Chen a koronggal. Les volt, legalábbis nekem nagyon gyanús volt, hogy Les. Búzás megy, visszakorcsolyáznak. Fu Wang, 1 perc, 15 másodperc még palla büntetéséből. Ideges a kínai csapat is, látszik az ilyesmikből. És keményen Csaba, keményen korcsolyázni kell, nem szabad állva várni a játékosokat. Gól! Dián, 1-1. És ezzel palla büntetése letelt. Álltunk egy ártatlan helyzetből, Kovács mellett elvitték. Teljesen tisztán a hátvéd, Chao Tong, Dián, és belövi. Nem lehet állva várni a rendkívül gyorsan, technikálisan korcsolyázó kínaiakat. Sajnos. Kovács, megint egy nagy lövés, elakad. Ancsin, Fonák, a gól! Megvan! 2-1. Jaj, de jókor. Kovács rálövi, megpattan, forgolódás, Ancsin észreveszi, megy érte, elsőre nem sikerül, és aztán másodszorra meg tudja emelni a korongot. 2-1. Na végre! Zisun. Menj hárt. Még jó. És lőni, 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 búzás! Ez a játék! Ez a játék! 3-1! Jaj, már azt hittem, vagy kétszer, hogy nem lesz belőle semmi.
de hát gyönyörű támadás volt. Itt létszámfölényben vagyunk, hajmeresztő nyugalommal Kereszti, és Búzás még majdnem mellé üti. Na, ne legyek rossz májú, jó van. 3-1. Kidolgozott akcióból. Kereszti valami fantasztikus nyugalommal, nem lövi el. Óriási dolog volt, amit csinált. Nem tudjuk kijutni. Kapufa volt. Gól. Na mit foly a bíró? Ég a lámpa. Az első lövés, az kapufa, az biztos, és itt jön az emelés. Ez megy be ezek szerint. Zi Sun. 3-2 sajnos. Igen, bent van egyértelmű. 3-2. Pintér egy kicsit hosszan kapja a korongot, megmenti Kis Tibor keresztbe, Szajlai. Kijön a kapusról, gól! A csapatkapitány palla. Szerencsénk volt, valljuk meg, de mindegy. Palla észreveszi és a kapus lába között beüti. Ez a magyar csapat negyedik gólja. Siang teszi hátra, nincs kint. Pintér nem éri el rendesen. Fu Wang. Gól. Jaj, 4-3. Fu Wang lő messziről, és ott még beleteszi az ütőjét Chen, a 10-es számú játékos. 4-3. Mind a három gólt emberelőnyből ütötték, mind a három gólt a kínaiak. A befejezés előtt Búzás, vissza a bottal Fu Wang. Inkább vigyük ezt a korongot a saját kapunk mögé el az 50 másodpercre. Nem is tudom, mit lehet ilyenkor csinálni, de remélem a játékosok és a szakvezetők tudják. Remélem. Ott a korong még. Kis Tibi nem tudja bebirkózni, megpróbálja hátraadni. Kovács vissza. Pintér a másik oldalon. És el lehet ütni. Ellenfélhez üti palla. Kis Tibor. Szajlai megy oda. Szajlai szóló. Egy csel. És a kapusé. Cui. Kis Tibornak nagyon nagyot odaütöttek közben a kezére. 21 másodperc van hátra. 21. Jól van, azt mondja Kis Tibi. Ez fantasztikus, amit ő produkált. Nyuli doktor érkezik. Aztán Bikár Péter, egykor maga is játszott. 4-3-as magyar vezetésnél 21 másodperc. És ha ez megvan, akkor Magyarország csoport másodikként a B csoportos világbajnokság tagja. Valóra válik, amiről álmodni is csak nagyon-nagyon titokban reméltünk. Na nézzük a hajrát, bírjuk-e még izgalmakkal, idegekkel. Búzás megy oda, elütik a kínaiak. Kovács Csaba vissza. Búzás lökik arrább. 10 másodperc. Már csak ennyi. 10 másodperc. Négy-három, Búzás a bedobópontnál. Hat, öt, négy, három, kettő, egy, Kovácsiknál a korong, és megy!
túl a magyar válogatott az utolsó mérkőzésen 4-3-ra győzött a Kínai Népköztársaság csapata ellen, és ezzel a magyar válogatott ismét kiharcolta a B csoportos szereplést. Óriási dolog. Rég volt. Rég volt, mondod. De igaz hát volt, ez 35 év, már tulajdonképpen akik ezután születtek, már azok is abba hagyták. Úgyhogy ez egy azért régi idők hokija volt, ma már más a színvonal. És de akkor ez volt a B csoportos világban. Hát akkor ez volt, így van. Tulajdonképpen azon a szinten voltunk, mint most, amikor az A csoportból kiesünk, mert 16 csapat van most az A csoportban, és ott a B csoportban szerepeltünk, akkor még az A-ban kevesebb csapat volt. Ez egy legendás generáció volt. Mondom ezt azért, mert azokat, akiket itt Knézi Jenőtől is hallottunk ebből a rövid bejátszásban is, máig tisztelünk, szeretünk, mindenki tagja a Hírességek csarnokának, a falnak, mert hogy valóban legendák voltatok és vagytok. Milyen volt ez a csapat? Hiszen ha megnézzük, újpestiek, egy sor újpesti a védelemben, és a csatársorban fradisták és volánjátékosok. Hát nagyon kevés játékos volt. Tehát az, hogy ez a generáció így kiemelkedett, vagy kinevelődött, ez igazából egy csoda volt. Tehát akkor még nem voltak fedett jégpályáink, az a BS is az előző évben nyitott, tehát, de az igazából csak egy rendezvényközpont volt, jó, hogy volt benne jég, de nem állandó pályánk volt, úgyhogy mi igazából nyáron csak szárazon tudtunk készülni. De hát a millenáris és a kis stadion milliója az utánozhatatlan. Ez így igaz. Ott kovácsolódtak össze tulajdonképpen ezek a csapatok. Milyen kapcsolódási pontok voltak az egyes csapatok között? Hiszen azért ment a harc három csapat, ugye ha azt nézzük, hogy a 81-es bajnoki 16 fordulóból ugye 14-szer nyertetek, egy döntetlen, egy vereség, és a Fradi akkor az IFI-vel állt ki, 19 veresége volt, tehát nem számított, ugyanakkor általában a többi évben pedig nagyon komoly verseny volt a bajnoki címért. Így van. Egyenlő erősségű csapatok voltak, és pillanatnyi forma döntött. Abban az évben mi voltunk a legjobbak, de 83-ban szintén nagyon szoros bajnokság volt. Ott igazából a Fehér Asztalnál dőlt el egy óvás miatt a sorrend, de ott ugyanúgy a Volán benne volt ebben az első háromban, és mindenki azonos pontszámmal végzett. Csak ugye a gólkülönbség döntött. A Boróczi volt a szövetségi kapitány ezen a VB-n. Mennyit számított az edző? Hiszen te magad, aki jótaképpen az edzői ranglétrának valamennyi fokát végigjártad, azért tudod, hogy mit számít egy jó edző a jégkoromban? Hát megértettem a játékosokkal magát, és megértette a játékosokat is. Abban az időben ez elég fontos volt, hogy az edző belássa azt, hogy igazából nem vagyunk annyira profik, hogy ebből a jégkorongból meg tudjunk élni. Sokszor voltak olyan dolgok, amiket el kellett néznie, nem tudott valaki edzésre jönni, mert éppen máshol dolgozott, de ez mind megoldódott. Nagyon-nagyon fontos időszak volt a Volán életében, mikor ide kerültetek, és amikor már nem játszottatok, nem különben. Ugye a Csicsó itt maradt örökre, hála Istennek teszem hozzá. Te is maradtál és elindultál az edzői pályán a műegyetemi végzettséget helyett. De miért? Hát ez volt az életem, és igazából játékosként is nem is tudom, mikor hagytam abba, mert éppen ilyen átmenetek voltak, voltam játékosedző, aztán csak edző voltam. Amikor a Gábor volt az edző, akkor sokszor ezt közösen csináltuk,
amikor valamilyen gond volt, akkor többször hívotta, hogy most segítsek, akkor újra jöttem, újra itt voltam. Igazából az Alba Volán örökös tagja vagyok, és ezzel tulajdonképpen élek is, mert itt vagyok. Amióta az EBEL van, azóta mondjuk átpártoltam a versenybírósághoz, de itt vagyok minden mérkőzésen. Jégkorong az életem, mondtad. Így van. És ez tényleg így van, mert hogy ha megnézzük, hogy a korosztályos válogatottaknál szövetségi kapitány, aztán weblap szerkesztő, gazdasági vezető, jó szerint minden, ami a jégen és a jég körül történt, az a tiéd. Hát itt a volános munkám vagy edzőségem befejezése után valóban az U18 és az U20 válogatottnál voltam. Ott is visszaköszön megint csak a Volán, mert a kis Tibor volt előbb a segítőm, aztán az utódom, aztán jött a felnőtt válogatott, ott is két idényen keresztül voltam szövetségi kapitány. Sajnos ott az nem sikerült maradandót alkotnom, de épp abban az időben volt az a korosztály, akik a 75-76-os születésűek beléptek a nemzetközi porondra, és már ott kopogtattak, és a farkas körmöket mutogatták, de nagyon jó csapat kezdett ott kialakulni. Ez volt aztán az a későbbi szapporói csapatnak a magja. A legendák minden korosztálynak megvannak a legendái. Én például falusi gyerekként, ugye mi a kanális befagyása után tudtunk csak korcsolyázni, és az erdőben vágtuk a botokat értelemszerűen, és a tévében néztük, ugye, és soroltuk a nagy szovjet kezdőötöst, a Tretyák féle, Kasatanov, Fetyiszov, Sadrin, Malcev, Jakusev, Petrov, Mihajlov, Harlamov, csak úgy mondtuk. Aztán persze, ha ki olvasta a sportot, azt tudta, hogy Kereszti, Mészői, Havrán, aztán utána a későbbiek már jött ez a Szajlai, Palla, Kistibi, aztán a Búzás Gyuriékat is megismertük, és a maiaknak pedig már ott van példaképként Palkovics Krisztián, Kis Csicsó, emlékét őrizzük, és ez mind annak köszönhető, hogy ti elindítottatok egy úton. Ez rendkívüli felelősség azért. Hát ez azért jó földbe kerültek ezek a magok, hiszen magyar jégkorong az egyre jobban felemelkedőben van. Ez a piramis elv az visszaköszön, hiszen nagyon sok játékos kezdi a mai napokban is a jégkorongot, és ebből egyre több és nívósabb felnőtt játékos kerül ki, és most már itt vagyunk a MOL Liga után az Erste Ligában, és nagyon sok válogatott játékosból tud már a mai szövetségi kapitány meríteni. Amikor szóba került az Ebel, akkor egyetértettél azzal, hogy lépni kell? Hát ez mindenképp, ez a Gábornak az ötlete és a megvalósítása volt. Ez nagyon nagyban emelte a magyar jégkorongnak a nívóját és presztízsét. Az fontos, hogy az utánpótlás milyen. Most már hála Istennek azért vannak jégpályák Magyarországon, de vannak-e olyan megszállott edzők, amilyen te voltál? Van-e olyan korosztály, aki most a töpörtjüket, akik most csatolják először fel a korcsolyát, tudják segíteni? Hát nagyon, nagyon sok olyan játékos, aki esetleg már a felnőtt mezőnyben nem tud szerepelni, nagyon sok itt maradt a magyar a jégkorongban, és ez alkotja ennek az utánpótlás edzői bázis, edzőknek a bázisát, és nagyon sokan foglalkoznak oktatással és a kicsikkel. A légiósok beáramlása mennyit segít a ligában? Ugye emlékszünk még a Jászberények, a Puskárjov generáció az egy újdonság volt értelemszerűen, de aztán ugye megjelentek nálunk is, és most is. Jó ez? Hát az elején biztos nagyon jó volt. Most is jó, hogy vannak, mert emelik a színvonalat, de
meg kell húzni a határt, és ez itt szabályozva is van, akár a bajnokságban, akár a válogatott keretben, mert már ott is egy bizonyos határt kellett húzni ahhoz, hogy ne a honosított játékosok vigyék el a helyeket, de teljesen elfogadható az, hogy mint a többi sportágban is, még a vízilabdában is, ahol köztudottan nagyon nagy a merítési lehetőség, ott is vannak külföldiek. Mi örömmel tapasztaljuk, ugye, hogy Kis Dávid tanítványai remekelnek, és ráadásul a korosztályos válogatott is jó, valamennyi korosztályos válogatottra mondhatjuk. Ez megelőlegezhetjük nekik, hogy egy olyan A és B csoport közötti szereplésre jó lesz mindig? Remélhetőleg. Ez most már ebben a 8 évben kétszer voltunk az A csoportban, és ez remélhetőleg a következő 8 évben már többször fog előfordulni. Mi kellene ahhoz, hogy megragadjunk ott? Hát nem sok minden. Még nagyobb odafigyelés, nagyon jó kapus teljesítmény, jó formaidőzítés, gólokat tudjunk lőni, védekezzünk nagyon jól. De hát ezek mind alapkövetelmények. Remélhetőleg ezzel fogunk élni minél előbb. Hogy nem titok, hogy innét a beszélgetés után egy ébelmérkőzés vár a Volánra. A Volán idei szereplése okán néhányan fanyalognak, én nem tenném. Sokkal inkább kérdezem azt, hogy ugye a bajnokság rájátszása is most zajlik. Milyen volt az idei bajnokság? Azt tudjuk, hogy sajnos kisöpörték a Kis Volánt, de ez most nem is számít. De milyen az a mag, gondolok a Diósgyőrre, a Macra és a többi csapatra, akik a válogatott játékosok okán is fontosak? Hát először az Ebel csapatról beszélnék. Tényleg nagyon kérdőjeles volt az idei szereplés, de most itt ebben a középszakaszban feltehetik a pontot az íre, mert a Bolzano elleni meccs fog dönteni, és remélhetőleg ezt behúzzuk, és a rájátszásba be tudunk kerülni. Ami az Erste Ligát illeti, egyre közelebb kerülnek egymáshoz a csapatok, és ez a playoffos időszak, ez a magyar jégkorongnak az egyik ilyen ünnepe, mert hiszen most naponta zajlanak mérkőzések, és nagyon színvonalas mérkőzések. Ez biztos, hogy emeli a jégkorongnak a szintjét. Ugye beszéltünk a külföldi játékosokról, beszéljünk a külföldi edzőkről. Fontos az, hogy valaki a északi, tehát európai északi, svéd, finn, mondom én, vagy pedig kanadai, amerikai, vagy éppenséggel az orosz iskolát képviseli? Hát ez nehéz kérdés, mert vannak jó edzők kanadaiak is, meg a finn-svéd edzők között is. Ez klubvezetések választanak, hogy melyik irányt képviseljék. Én személy szerint inkább a kanadai vonalat képviselném, mert ez az igazi szép játék, amit a finnek, svédek játszanak, az nagyon igazából nem a mi, hogy mondjam, nem a mi színvonalunk, vagy a mi most belebonyolódtam. Tehát világklasszisok kellenek hozzá? Hát biztos, hogy jobban rá lehet húzni a kanadai játékstílusra a magyart. Tehát sok ütközés, nagyon sok korcsolyázás, az egyéni képességeknek a háttérbe szorítása, inkább a csapatjáték legyen előtérben. No, összegezzük. Milyen úton jár? Jó úton jár a magyar jégkorong? Mindenképp. Hála a körülményeknek most nincsenek anyagi gondok a kluboknál, és ez nyugodt munkát tud biztosítani. Kluboknál nagyon jó munkák folynak, az utánpótlás nagy mértékben növekszik, minden
képzeletet igazából felülmúl ez a növekedés. Már lassan megint ott tartunk, hogy nincs jégidő, mert annyi játékos, annyi csapat van. Minden hétvégén olyan sok mérkőzés zajlik a mini, szupermini bajnokságokban is, hogy egyszerűen már lassan nem tudjuk emberi erővel, bírókkal, zsűrivel, meg a pályával biztosítani ezeket az igényeket. No, akkor mit kívánjuk? Jó egészséget kívánok. Örülök, hogy mosolygós szemmel nézed a világot, a jégkorong világot és az egyebet is. És hát azt kívánom a magyar jégkorongnak, hogy hajrá, ismét vár bennünket az A csoport, a Volán a rájátszásba törekszik, és hát akkor minden jót, hajrá fiúk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Palla Antal volt, a legendás jégkorongos. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra.